Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez itt a Balett Café. Én Egerházi Attila vagyok, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, és velem szembe ül egy nagyon kedves régi kollégám, barátom, Ertül Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Üdvözöllek, Péter! Szervusz! Egy rövid bemutatót azért szeretnék felvezetőül. Péter 1968-ban született, majdnem közel dátum az én születési dátumomhoz, majd 83 és 87 között a Magyar Állami Balett Intézetben tanult és érettségizett, 92 és 96 között a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója volt, 1999 és 2003 között a Pécsi Tudományegyetemen felnőtt képzési és művelődési menedzser képesítést szerzett, 87 és 2005 között a Honvéd együttes táncosa, koreográfusa volt, 2005-től pedig 2013-ig a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzseri igazgatóhelyettese volt, és 2013-tól az intézmény igazgatója, és itt szeretnék gratulálni az újbeni kinevezésedhez, hiszen most nevezted ki, még friss a kinevezésed, hogy folytathatod a munkát a táncszakma örömére 2027-ig, tehát 2023. január 1-től 2027. december 31-ig szól a kinevezésed. A díjai, mert azok is vannak szép számban, Nívó díjat kapott, Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, Bánfi Miklós díj, a Magyar Érdemrend Lovak keresztje. Péter, sok szeretettel üdvözöllek, mint első vendégünket a Balett Caféba. Hogy érzed magad a régi új szerepedben? Hát először is nagyon köszönöm a meghívást, mert minden pillanatban, amikor arról tudunk közösen beszélni és szólhatunk a közönségünkhöz, hogy a tánc milyen fontos és milyen értékes, arra örömmel jövök, és ebben örömmel vagyok a partnered ebben a műsorban is. Hát igen, ez egy nagy izgalom, hogy a 10. évet zárva a következő 5 évre készülünk, rengeteg terv van, rengeteg izgalmas kihívás, nehézségekkel is, hiszen nyilván a mai napokban nehézségekkel is küzdünk, de eddig mindig az volt a lényeg, hogy a gondokon, a nehézségeken, a hétköznapokon túlemelt minket a tánc öröme, a tánc szépsége, és ez ad energiát, és ez bízunk benne, hogy a jövőben is megsegít. Hát igen, neked van egy ilyen képességed, ilyen válságmenedzser vagy tulajdonképpen, hiszen egy színházat igazgatni, és azt jó magam is tudom, hiszen a Balettszínház is egy színház, az nem egy egyszerű feladat, nagyon összetett feladat, és sok nagyszerű munkatárs kell hozzá, és én ezt úgy tudom, és tudom, hogy neked nagyszerű munkatársaid is vannak, és nyilván ez az ő érdemük is, tehát a csapatépítés az a te érdemed, de a kollégák érdeme, hogy ezt a csapatot ilyen jól tudják működtetni. Azt írtad, illetve azt nyilatkoztad a Magyar Nemzetben, ha jól tudom, a tánc olyan, mint a kenyéren a méz, megadja az élet édes ízét. Nekem még erről az is eszembe jut, hogy nekünk táncosoknak maga a kenyér az, ami mint szimbólumként nagyon fontos, hiszen a mindennapi betevő falatunkat jelenti, az éltető energiánk, a tánc. Kitől hallottad ezt először? Hát ugye én alapvetően néptáncos vagyok, ahogy ugye a életrajzomat is bemutattad, 83-tól 87-ig a Balett Intézet, ugye a mai Táncművészeti Egyetemnek a néptánc szakán végeztem, de hát maga a néptánc az egészen gyerekkoromban kezdődött nekem is. Egy Veszprém megyei faluba, ahol az édesanyám vezette a litéri Zöldák gyerektánc csoportot. Tehát a népi kultúra, a népművészet, a népdalok és a kézművesség is mind-mind napi életünk részévé vált ezáltal. Nem csak az együttesben, hanem otthon is, hiszen édesanyám ezt közvetítette. És az nagyon fontos volt, hogy ahogy aztán beléptem a Balettintézetbe, ahogy aztán később a Honvéd együttesben Novák Ferencnek, Tatának a kollégája lettem, nagyon sokat jártunk Erdélybe. És gyűjtő utakon, habár effektíve én kifejezetten nem gyűjtöttem, de találkoztam az emberekkel, azokkal az adatközlőkkel, azokkal a nagymesterekkel, akik a magyar néptáncot még otthon, a falvaikban, a közösségben művelték. És a velük való beszélgetésben, a velük való gyűjtéseken lehet olvasni ezt, és ez egy bodrogközi asszony volt, akinek feltették ezt a kérdést. És én azt gondolom, hogy ennél szebben
hiszen a magyar nyelv nagyon szépen megfogalmaz dolgokat, szimbolikusan és gazdagon. És így van, hogy a kenyér kifejezés, a kenyér metafora egy csodálatos dolog. Tehát azt mondom, hogy kenyeret adtam az a kezedbe, akkor azzal nem azt mondom, hogy hanem azt mondom, hogy munkát adtam a kezedbe. Tehát a kenyér átvitt értelemben nagyon sok mindent jelent. Nyilván alapvetően egy nagyon fontos alapélelmiszerünk, de és akkor ez, hogy a kenyeret hívja be ebbe a mondatba, ebbe a nagyon szép, nagyon tömör megfogalmazásba is, és a kenyérről beszél, de mégis az élet édes ízéről, a mézről, a megszépített, a táncon keresztül meggazdagított életről, ez szerintem ennél tömörebben és szebben nagyon nehéz kifejezni. Szóval nagyon szeretem ezt az idézetet, annál is inkább, mert visszautal, habár ugye már rég nem klasszikus értelemben néptáncművész vagyok, de visszautal az én gyökereimre is. És hogy van az, Péter, mert nyilván te kitekintettél a néptáncból. Tehát ha most csúnya szóval akarnánk mondani, vagy kifejezéssel, akkor nem lettél szakbarbár. Bár nyilván az nem szakbarbárság, ha valaki elmélyül és csak egy bizonyos területével foglalkozik, akár a tudománynak, vagy a művészeteknek, és azon belül is a táncművészetnek. De te mégis kitekintettél ebből, hiszen a Pinabaus Társulat is dolgoztál, amikor itt voltak nálunk. Miért érdekel téged, vagy mi érdekel téged a táncművészet más műfajában, más, mint a néptánc? Tehát a kedves közönség kedvéért, tehát ugye Budapesten dolgozunk, a Nemzeti Táncszínháznak vagyok az igazgatója, egy olyan színháznak, amelynek nincs saját társulata, hanem befogadó színházként a teljes magyar táncművészet profi legmagasabb színvonalat képviselő társulatait mutatja be. Ez körülbelül 40 társulat, és ennek is az egyik megbecsült tagja a Székesfehérvári Balettszínház. De hogy valójában nem csak balett, hanem néptánc, kortárstánc, egy teljes műfaji palettát mutat be a táncszínház. Ezért is valóban fontos és nagyon jó a kérdés, hogy a táncszínház igazgatója mennyire nyitott és mennyire igen, jártas. Az eredményt ismerjük, tehát hogy mi vagy és mi, hova dedikáltad az életedet, de mi vezetett oda? Mitől kezdett el érdekelni más is, mint a néptánc? Mert nem minden néptáncost van így ezzel, nem minden néptáncost érdekel. Hát ezen talán érdemes egy picit végigszaladni azokon a pontokon, ahogy ugye nekem győri rokonságom van, az édesanyámnak az egyik testvérének a családja Győrben élt, és ők nagyon hamar rajongói lettek a Markó Iván alapított a Győri Balettnek, és ezért én már általános iskolás koromban is láttam, és voltam Győrbe, és láttam Markó Balettet, és a Napszeretteit, vagy a Tabuk és Fétiseket. Ahol néptáncosok is egyébként közreműködtek a budapesti produkcióban, így ha van, jól tudom, a Napszeretteiben. A Napszeretteiben, Izzó Planétákban, a és aztán a Tatával a közös produkció a Szarvassá Változott Fiak, amivel az első rész néptánc volt, a faluból induló történet, és megérkezve a városba pedig már a Győri Baletté. Egy gyönyörű produkció volt. Igen, ez három nagy a Budapest Sportcsarnokban bemutatott előadás. Szóval akkor már megindult az, hogy nem csak a néptánc, nem csak az autentikus néptánc, hanem a táncművészet, a táncszínház nyelvén. És így jöttem kapcsolatba a Novák Ferenccel, így kezdtük megismerni a táncszínházi kifejezést, és aztán már a Honvéd együttesben dolgozhattam, mert szerencsém volt, meghívott Bozsik Ivett, hogy az ő általa bemutatott tradicionális gyökerekből építkező, de kortárs tánc produkcióját vigyük színpadra. Ezt akkor a Katona József Színházban mutattuk be, és ez egy Stravinsky tavaszi áldozat volt, és később aztán még Kovács Gerzson Péterrel is dolgoztam, mint a kortárs tánc egyik fene gyerekével. Én is sokat dolgoztam Péterrel, akkor világosítói, illetve fénytervezői minőségben. De hogyha azt kérdezzük, hogy azt mert egy kicsit elgondolkodtam ezzel, hogy mikor is találkoztunk először, és mikor dolgoztunk úgy együtt, ez a Balettintézetben talán 86 környéke, amikor egy nyári munkában a Rockszínház meghívott minket a Jézus Krisztus Szupersztárba. És ezt akkor Szikora János rendezte a mai színházigazgatónk, és ott akkor, ugye mi még mint diákok, kezdő táncosok dolgozhattunk veletek is, és ez egy fantasztikus élmény volt. Duronis Tamás akkor ott például, volt, vagy Horváth Csaba. Vagy jó barátom Sasvári Sándor, ő volt a Jézus. Tehát, hogy olyan, ezek is olyan élmények voltak még néptánc szakot végző diákként, amelyik mind mutatták, hogy mennyire széles a magyar táncművészet.
És megkérdeztetem, hogy kit tartasz, ha van ilyen egyáltalán, hogy a legjelentősebb mesterednek a pályád során? Hát most, hogy... Bizonyára sok mestered volt, de ha egyet kéne megnevezned. Hát most megemlítetted Pina Baust, és a Pina Baust által készített kelet-európai történetet elmesélő előadást, ez 91-ben volt, Wiesenland címmel mutatta, és akkor Pina Baust úgy döntött, hogy Magyarországra jön, hogy a társulata töltődjön, inspirálódjon, sőt Erdélybe is elutaztak, és például a Trafóban hetekig dolgoztak ezen a produkción, aminek aztán a Vígszínházba volt a bemutatója, de ide, hogy én elkerülhessek, és hogy aztán ott a Pina Baust társulatnak tarthattam workshopot több napon keresztül, azt én Novák Ferenc Tatának köszönhetem. Tehát ha az igazi, egyetlen, legfontosabb, ha bár tényleg így van, hogy sok nevet, sok fontos, nagyszerű szakembert tudnék felsorolni, mert Novák Tatával először Litéren találkoztam gyerekként, és eljött Foltin Jolánnal próbát tartani a litéri gyerekeknek, és már 77-ben, tehát képzeljétek, hogy 75-ben kezdtem az általános iskolát és a néptáncot, 6 évesen, 76-ban mi már Belgrádban egy nemzetközi fesztiválon, stadionban táncoltunk, tehát viszonylag gyorsan meg kellett szokni a kamerát és az előadást, de 77-ben, amikor a Röpüly Páva volt, tehát a mostani Felszállott a Pávának az akkori előd, akkor már Tatáék jöttek, és a megyék vetélkedőjében, Veszprém megyét képviselve a négyes stúdióba felléptünk, ott ez egy, még akkor az egy kamerafelvétel volt, és azt már Tatáék állították be. Tehát nekem tényleg a kezdetekkor megjelent Tata, ugye, ahogy szokták viccesen mondani, a gömbvillám, és hát hatalmas energiájával. Egy hihetetlen karizmatikus ember, ő valóban mester, mert ugye vannak tánc tanárok, és vannak a mesterek. Nekem is volt szerencsém egy ilyen mestertől tanulni, Jeszenszky Endrének hívták, de a Tatának a művészetét és életművét azt én is nagyon nagyra tartom, nagyon jó kapcsolatot ápolunk Tatával, szokott is rendre jönni hozzátok is a Nemzeti Táncszínházba előadásainkat nézni, és megtisztelő, nagyon, nagyon jó véleménnyel van a munkánkról. Igen, és hát az fontos még, hogy ő ugye a kezdeteknél belépett az életembe, vagy én beléptem az övébe nyilván, és aztán 87-ben, amikor elvégeztem a Balettintézetet, akkor ő már az 83-ban végzett tagozattal egy új időszakát szerette, és alakította ki a Honvéd Táncszínháznak, akkor a harmadik tagozattal Román Sándort, Makovinyi Tibiéket vitte oda, és minket 4 év után az akkor végzett tagozatot, és ez lett a Honvéd Táncszínháznak egy új időszaka, Novák Tata koreográfiájával, művészeti koncepciójával. Tehát ő lett a főnököm 20 éven keresztül, és most sokat lehetett tanulni tőle, gondolom. És bejártuk a világot, és az ő koncepciójával tényleg a hollandiai, amsterdami Carré Színháztól, vagy a Párizsban a Teatro de Ville-ben egy hétig, tehát az ő koncepciójával nagyszerű előadó művészi karrierem volt, és aztán most a Nemzeti Táncszínházban, mint művészeti tanácstag, és ahogy mondod, rendszeresen ott van, Isten értesse, 92. évében jár, de ott van, eljön, megvitathatjuk velük. Nagyon aktív a mai napig, ez így igaz. Talán a legnagyobb, mivel én sokat gondolkoztam azon, hogy mi a csodája a Tatának, mi a Tata jelenség, és talán az a legfontosabb, hogy ugye a néptáncot a népi világból, a környezetből, a tradicionális környezetéből kiragadták és felvitték a színpadra, de jó darabig egy az egybe azt láthatta a közönség a színpadon, ahogy ott örömtáncként vagy bánattáncként eltáncolták falu helyett és a vidéken, megfelelő vidékeken. És a Tata fogta ezt az anyagot és színházat csinált belőle. Ő színház csináló ember. És ez nagyon, nagyon közel áll hozzám, mert táncolni lehet kortárs táncot úgy, hogy elnézést, se füle, se farka, vagy lila köt szoktuk mondani sokan azért, az, hogy jaj, nem megyek be kortárs táncolni, nem fogom érteni. Hát ez baj, pedig elsősorban szerintem nem érteni, hanem érezni kell a táncot, hiszen ha valakit szeretünk, vagy szerelmesek vagyunk, akkor először nem értjük, ez nem egy filozófiai kérdés, hanem a lényét átérezzük, megérezzük, és mivel érezzük, minden figyelmünket odaadjuk, ezért meg fogjuk érteni. Na most a tánccal is így van, a művészetekkel is így van, és a Tata arra hat az embereknél, hogy megérezzék, és ez a színház varázsa kell, ő egy színház csináló ember.
És magamat is ide sorolnám, hogy színházat csinálok, és eszköz a kortárstánc vagy a balett, vagy a különböző műfajoknak az ötvözése, és ezért áll hozzám közel Tata művészete, úgyhogy én is sokat tanultam közvetetve tőle, vagy Seregi Lászlótól, aki színház, szintén egy színház csináló ember volt, és aztán az is fel van nekem írva ide a papírra, hogy azért meg kell említeni, hogy a Székesfehérvári Balett Színház, ami most már jövőre az 5. évét, tehát jubileum lesz, ünnepli, vagy fogja ünnepelni. Nagyon sok mindent csináltunk, és rengeteg bemutatónk volt ez alatt a 4 év alatt. Én azt szoktam mondani, hogy 4 év alatt 8 év termését sikerült megtermelnünk, és hát nagyon fontos, ahogy mondtam, nagyon fontos partnerünk, egyik legfontosabb partnerünk a Nemzeti Táncszínház, és így te is személy szerint, de hát a mi kapcsolatunk, mint mondottad, is nagyon régen a Szegedi Domtérre nyúlik vissza. 2018 szeptemberében, 23-án léptünk fel először a Rúzs című balettünkkel a Nemzeti Táncszínházban, illetve aztán a közös premierünk 2019. második hó 24-én volt, ez Naplemente címmel, Lőrinc Katalinnal, Krámer Gyurival, említetted a Győri Balettet, ő az alapító tagok egyike, nagyszerű táncművész, karizmatikus táncművész, ez egy nagyon kedves produkcióm, és az ügyelőtök, az egyik ügyelőtök azt mondta, és őt nyilatkozta egyszer, hogy mi volt a kedvenc darabja, neki ez volt, ennek nagyon örülünk, Naplemente nekem is az egyik kedvenc produkcióm. Majd arról is fogunk beszélni, hogy most mire készülünk közös bemutató keretében, de ezt inkább a végére hagynám. Aztán, amikor megalapítottuk a Székesfehérvári Balett Színházat, és ez egy nagyon nagy eredménye a városnak és a városvezetésnek, hogy ez mellé állt az ügy mellé, és megalapította intézményként, ugye utoljára Magyarországon mondjuk ki, a Győri Balett került így megalapításra 43 évvel ezelőtt, aztán 43 évet várni kellett, és Székesfehérvár városvezetése úgy döntött, hogy akkor most balettszínházat alapít, sehol a világban ilyen most nem történik, én legalábbis nem tudok róla. Rögtön 5-6 kollégám külföldről felhívott balettigazgatók, hogy ez hogy sikerült. Hát mondom, ez isteni kegy, és nagyon sok embernek a támogatását élveztem. Többek közt a tiedet. És ugye kaptam tőle támogató levelet, kértem, mert ugye hát ezt a társadalmat integrálni kellett a magyar tánc életbe, tehát ez nem külön áll ettől, és nekem fontos volt, hogy a jeles képviselői a magyar tánc életnek, itt együttes vezetőkre gondolok, Terát gondolok, és más vezetőkre, 6-7 embert megkerestem, mindenkitől kaptam, mégpedig nagyon szép sorokat, támogató levelet, és akkor az egyik támogató politikus barátom azt mondta, Attila, már győztél be, akkor még nem került megalapításra az intézmény. Na miért? Hát még folyamatban van az ügy. Azt mondta, mert hát nem sok olyat tudok, sok olyan embert ismerek, aki egyöntetően mindenki támogat, illetve egy ügyet. Nyilván nem a személyemnek, bár nyilván annak is, ami megtisztelő, de egy ügyet támogattatok. Hát miért volt ez fontos neked, hogy ezt az ügyet támogat? Hát ugye az egyik legfontosabb a te személyed ebben a kérdésben. Tehát ma Magyarországon ugye meg szokták kérdezni, hogy egy-egy együttes milyen stílusba táncol. És ugye alapvetően a három nagy stílus szoktuk megidézni, megjeleníteni a néptáncot, a balettet és a kortárstáncot. De ezen belül minden egyes társulatnak olyan stílusa van, olyan egyéni íze, hangneme, megszólalása, amit a koreográfusa, a művészeti vezetője diktál. És nem is csak önmagában a színpadi jelenlétében jelenik meg az alkotó koreográfus, hanem a társulat egészébe, az egész megjelenésébe, filozófiájába, gondolkodásába, akár már az öltözésébe a művészeknek, ahogy belépnek civilként a színházba. Tehát az alkotó koreográfus személye nagyon fontos volt. És ugye valóban így van, hogy mi annak idején te is a karriered nagyon sok felé ágazott, és egy nagyon színes utat jártál be, és ott minden egyes állomáson találkoztunk, akár Pécsre, akár Debrecenbe gondolok, vagy Budapest mellett is volt egy színházad Gödöllőn. Igen, Gödöllőn működött akkor. És aztán hosszú évekig ugye Cseszkajó Budajovice, a South Bohemian Színház és Balettársulat, de ez alatt mindig volt kapcsolatunk, és én mindig figyelhettem és tapasztalhattam azt a különleges szakmaiságot, amit te képviselsz, és azt a egyéni ízt,
amit a te társulatod és a te alkotási folyamatod, munkád képviselt. És amikor szóba jött, hogy újra visszajössz, mert ugye vendégszerepeltetek a Műpába, még a South Bohemian Balettel is, tehát még akkor is tudtunk együtt dolgozni, akkor is találkozhattunk, de nekem ez nagyon fontos volt, hogy ez a klasszikus kortárs stílus, a balettnek a nagyon magas színvonala, de már elengedve a klasszikus balettnek azokat a nagyon merev dolgait, hanem tényleg a európai, hollandiai stílust megjelenítve, hogy ez a magyar tánc szakmában ez a szín megerősödhessen. És hát ez egy csodálatos dolog, hogy létrejött a Székesfehérvári Balett, és hogy egy ilyen jeles, erős táncművészekből álló társulat Budapesten is felléphet, ennek mindig nagyon örülök. Nagyon köszönöm, mert ez kölcsönös, mert én is azt gondolom, hogy egy nagyon komoly életutat jártál be, jársz be, és egy nagyon nehéz feladatot töltesz be, hiszen itt ugye művészetről, ízlésről beszélünk, logisztikáról beszélünk, nagyon sok mindenről beszélünk, ugye ez az egyetlen színháza a táncművészetnek, ugye nagyon sok színház van az országban, de ez az egyetlen. És ez nagyon fontos. Ez egy számomra, és gondolom ezzel nem vagyok egyedül együttes vezetőként, a legfontosabb intézmény egy színház. És ez egy nagyon nagy, legalább akkora vívmánya az országnak, hogy ez létezik, hiszen nem sok országnak van ilyen jellegű intézménye, mint amekkora vívmánya jelenleg Székesfehérvárnak, hogy megalapították a Székesfehérvári Balettszínházat. Ez egy komoly érték, amire vigyázni kell. És azt gondolom, hogy jó kezekben van, és jó kezekben marad. Igen, én azt gondolom, hogy ahogy a Székesfehérvári Balett megalapítása is tánctörténet, ugyanígy a Nemzeti Táncszínház megalapítása is. De nemzetközi is, nem csak hazai, mert erre odafigyelnek, mint ahogy a Tim Színházat, tehát a Nemzeti Táncszínházra odafigyelnek nemzetközi szinten, ugyanúgy mi ránk is. Így van, és hogy ugye, ha visszatekintünk, tehát 40 évvel ezelőtt alapította a táncfórumot Galambos Tibor és Török Jolán, és ők szervezték Jolán a magyar táncot. Jolán a vendégem lesz, ott fog ülni abban a székben ő is. És ugye Török Jolán lett, most ugye 20 éve ünnep, egy 20 éves jubileumot ünneplünk, hiszen a Nemzeti Táncszínház 2001. december 1-én nyitotta meg a kapuit a Vászszínházba, és ennek az igazgatója, alapító igazgatója Török Jolán lett, és ő az a személyiség, aki ugyanúgy integrált saját magában képviselte a szervezést, a művészeti érzékenységet, azt, hogy egy egész táncszakmát egységbe tudott szervezni. Tehát valóban így van, hogy a táncszínház igazgatójának egy nagyon komplex feladatrendszert kell tudni lebonyolítani, és hát itt az elmúlt években azért nekem egy kicsit még gazdagabb, vagy még színesebb lett ezzel a költözéssel, aztán magával az építkezéssel, az átalakítással, tehát az, hogy az ember építkezési sisak járja be még én nap, is jártam, mint nap. Ugye az én sisakban. Igen, tehát hogy ez is nagyon színes volt, és nagyon örülök, hogy megnyílott, tehát 2019. februárjában megnyílott a színház, és azóta nagyszerűen működik, és tényleg erre ezt idézzük fel, mert ez nagyon kedves számomra is, hogy rengeteg ember akart bejönni az építkezésre. És én meg mondtam mindenkinek, hogy én nem viszek be senkit, csak a koreográfusokat. A te együttes vezető koreográfusokat, mert ő nekik fontos megérezni a teret. Kapjanak. A teret, tehát, hogy mi a térrel dolgozunk. Az, ami vásznunk, mint a festőnek a vászon, nekünk a térbe rajzolunk az emberi testtel mozdulatokat. És bejártuk a tereket, megnéztük, és úgy szépen én tudtam, hogy az az egy kis egy óra, másfél órás séta a koreográfus alkotók fejében elindítja azokat a kis motorokat, amiből aztán egy-két, öt év múlva csodák születnek. És születtek szép számra. Hál' Istennek nagyon gazdag és színes a magyar táncélet, úgyhogy elég nehéz dolgod van mindig válogatni. Egy indisztész kérdést fogok feltenni, mert az mindig klassz az ilyen műsorokban. Van-e kedvenc társulatod? Hát erre mindig diplomatikus választ szoktam adni. Nyilván. Mondjuk úgy, ez a kedvenc válaszom erre, hogy, vagy kedvenc előadásod, vagy kedvenc társulatod válaszom, hogy hát kérdezzünk meg egy édesanyját, hogy a több gyereke közül melyiket szereti a legjobban. Hát nyilván mindegyiket szereti. De hát vannak kedvenc produkcióim, vannak a kedves társulatok közül is olyan, amelyikben van olyan, ami, tehát például mondjuk itt van a Szegedi Kortárs Balett Kármina Buránája, amit Juronis Tamás 20 évekkel ezelőtt hozott létre. Egy olyan
különleges előadás, amit tényleg bármikor, ha műsorra tűzzük, de vonzza a nézőket, és éppen most utaznak hazafelé New Yorkból, egy két előadásos az Elvin Ailey teáteremben voltak. Tehát amikor ez megjelenik, akkor mindig elérzékenyedem. De itt van Mihály Gábornak a Naplegenda című adása, ami szintén 20 évekkel ezelőtt született, éppen a most ünnepeltük a Keszthelyi Táncpanorámának a 20. évfordulóját, ott is ugye te már léptél fel, dolgoztunk együtt, és annak, amikor az létrejött, annak az a története, hogy a Balaton Színházat is 2002-ben pár hónappal a Táncszínház megalapítása után adták át, és ezen az átadón a Naplegenda lépett föl. És hát ez a következő tervem, hogy a következő évre a Naplegendát ismét elvigyük Keszthelyre. Azért is szeretem a Naplegendát, mert néptánc alapú, de már egy kortárs feldolgozás, egy nemzetközi kitekintést is hordoz, és hát hihetetlenül népszerű. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy tudom, mi az, ami még igazából... Említettél egy hasonlatot, mert nagyon jó hasonlat, hogy ugye van az anya, és vannak a gyerekei, ugye? Tehát egy sok gyerekes anya vagy, ugye nagyon sok gyerek, és nyilván nézzünk magunkba mélyen, nem biztos, hogy minden anyánál így van, de vannak kedvenc gyerekek, tehát lehetnek. A jó anya, akkor jó anya, amikor ezt magába megőrzi, ezt a kedvezet, de mégiscsak ő az anya, és mindegyiket egyformán, a szeretetéből mindegyiknek egyformán ad, tehát nem kivétel ez, amikor adni kell a szeretetből, de hogy a lelkében neki van-e, az lehet, hogy senkinek nem árulja el, és jó esetben jobb is, ha nem, de biztos vannak kedvencek. Tehát egy jó anya az biztos, hogy így működik, és ez egy nagyon jó hasonlat, amit mondtál, úgyhogy, és sokszor nehéz nyilván jó anyának lenni, de azt gondolom, hogy az a munka, amit te elvégeztél, az bizonyítja, hogy jó anya vagy, és nyilván, hogy ezért is választottak újra. Hát az még nagyon sokat segít, hogy mi benne élünk ebbe a szakmába. Tehát, hogy ugye amikor arról beszélünk, hogy mi a kedvenc előadásod mondjuk, akkor ott az idéződik fel, hogy este hétkor felmegy a függöny, megjelenik a táncművész, a cenika, a hang, a fény, a zene, és lemegy az előadás, lemegy a függöny. Ezt látja a közönség egy előadásból. De mi, akik ebbe benne élünk, ennél sokkal-sokkal többet látunk. Ha nem élnél benne, akkor olyan impresszárió lennél, aki azt mondaná, hogy az a kedvenc előadásom, ami még teltházzal megy. Hát és ez nem mindig így van, vagy nem feltétlenül mindig így van. Tehát, hogy ez, azt akarom ezzel mondani, hogy nyilván azt szeretjük, hogyha a közönség szereti, ha tele van a ház, ha jó egy bevétel. Is, hát nyilván mindenki. Hát de mi látjuk azt a szakmában élő szakemberként, hogy mennyit dolgoznak benne. Hogy a produkcióban levő egy-egy táncos mennyit dolgozik, mennyit gyakorol, fejlődik, hogy érik, és ott látod a fejlődéseket, akkor annak nagyon tudsz örülni. A koreográfus együttesvezetőnek látod a napi vívódásait, küzdelmeit, anyagilag, fenntartókkal, mindenkivel, és amikor egy-egy ilyen nehéz helyzetben jön a társulat, és tudod, hogy küzdi a maga sorsát és a maga harcait vívja, de sikerül egy előadás, és az ott megvalósul, mert a tánc a pillanatművészete, mi ott akkor, amikor fölmegy a műfüggöny, ott nincs mellébeszélés, akkor kell teljesíteni. És ezek között, a körülmények között egy jól sikerült este, az mindig hatalmas élmény, mert tudod a mögötte levő folyamatokat. Pontosan, most nem véletlenül hozom fel Jerzy Kilián nevét, sok minden miatt felhozhatom, de nyilván, mert egy közös bemutatóra készülünk, de pont ő mondta, Jerzy Kilián mondta azt egyszer, hogy a tánc az egy sok szempontból handicapes műfaj, sok szempontból meg ugye csodálatos a pillanat művészete, de és itt, amit mondok, az összefüggésben van azzal, amivel most elkezdtünk beszélgetni, hogy például amíg egy zeneszerző megír egy zeneművet, és korábban nem sikeres, vagy nem értik az emberek, vagy nem értékelik, vagy kezelik a helyén, akkor fogja és berakja a fiókba, és akkor majd valaki megtalálja 50-60 év, vagy 100 év múlva, vagy 200 év múlva, és elkezdik az emberek értékelni, érteni, megszólítja őket ez a zene. Tehát túlélte a zeneszerzőt is, de ez most nem lényeges. A zene maga, a kompozíció túlélte a korát. Tehát művészetni az lehetetlen. Azért lehetetlen, mert azt nem lehet betenni egy fiókba. Neked most kell sikeresnek lenni.
Tehát akkor ott, ahol a függöny fölmegy, akkor kell sikeresnek lenni, és akkor értékelnek, és az van, és azt még le is hívják, és megmarad az utókornak. Az igazán jó szakemberek, és az olyan felelősséges teljes pozícióból ülő emberek, mint te, nyilván, hogy úgy is kell, hogy gondolkozzanak, ez az én véleményem, hogy attól még értékesnek ítélnek egy produkciót, ahol most priméren fogalmazva nem minden esetben van teltház. Mert attól az még egy érték, csak most még esetleg nem biztos, hogy olyan széles rétegeket megérint. És ez is egy felelőssége egy színházigazgatónak, hogy nyilván, hogy az is felelőssége, hogy teltházas előadásokat produkáljon, ennek anyagi vonzata is van, és minden egyéb más, de az is, hogy értékeket felfedezzen, az ő értékítélete szerint minősítsen, és lehetőséget biztosítson neki. Tehát nyilván nagyon sok mindennek kell megfelelni. Te ezt hogy tudod menedzselni magadba? Hát, hogyha ezt úgy meg akarjuk világítani még jobban a kedves nézők előtt, akkor tehát azt érdemes tudni, hogy mondjuk induljunk a táncművésztől, mert az az alap építőköve a társulatnak, a táncegyüttesnek, a produkciónak, az előadásnak, és ezek az építőkövek a koreográfus kezében, amiből fölépíti az előadását, a koreográfiáját, a produkcióját. És egy-egy táncos ugye hosszú éveken át tanul, míg elsajátítja a szakmát, magát a táncművész szakmát, és ebben professzionális minőséget képvisel. Aztán bekerül egy együttesbe, vagy akár több együttesbe az életpályája során, és akkor eljut a csúcsra, fizikailag is, életkorában és szakmai tudásban is, és aztán szépen, ahogy a mi sajnos rövid szakmánkban, ahogy 15-20 év, és aztán szépen lecseng, és pályát kell módosítani, mester lesz, tanár lesz, koreográfus lesz, vagy szépen elengedi a szakmát és pályát módosít, de ez a mi táncművész életpálya modellünk. Ugyanígy tudunk tánc együttesi produkció, tehát a magának az együttesnek is van egy életpályája, amelyben lehet, hogy egy koreográfus viszi végig, de a nagy együtteseknél cserélődnek, évtizedeket dolgoznak egy-egy mester, de ott is megfigyelhető egy életpálya, és egy-egy produkciónak is van életpálya görbéje. Tehát én például most a Táncszínházban kifejlesztettem azt, hogy mi digitálisan azonnal minden előadást rögzítünk, és ahogy az együttes végzett és indul hazafelé fölül a buszra, ő már be tudja nyomni a gombot, és meg tudja nézni. Ami azt nagyon hasznos egyébként a táncosoknak is. Mert hogy bármikor azt a felvételről vissza tudod rekonstruálni, hogy mi volt az utolsó verziója az előadásnak, a hibákat, nem csak a hibákat, nyilván, ami nagyon jól sikerül, azt is meg lehet rajta figyelni, és azt lehet mondani, hogy na, kedves kollégám, erre figyelj, mert ez most nagyon jó volt. Tehát, hogy az előadás életpálya görbéjét is. Mert nyilván, amikor a premier megszületik, akkor van, hogy még nincs teljesen kész, csiszolódik, ahogy egyre többször a közönség elé kerül, táncosoknak is, koreográfusnak is kicsiszolódik, hogy hogyan legtökéletesebb a darab, és aztán szépen megy, eltelik, van amelyikből 5-6, van amelyikből 25 az említett eladásokból, meg rengeteg. Tehát nyilván az, amit most majd bemutatunk együtt közösen, az is egy hatalmas produkció, a Jirzsiki ilyen koreográfia is bejárta a világot, tehát ez is egy életpálya görbe egy produkciónak. Szóval ezt mind együtt figyelve állítjuk össze a Nemzeti Táncszínház körülbelül 300 előadásból elő éves színházi repertoárját, és ez évadokon át építkezve a társulatok életét figyelve, a táncosok működését figyelve egy nagyon komplex munka és egy nagyon komplex kínálat. Na hát nem véletlenül a végére hagytuk, ugye megint egy közös produkciót fogunk létrehozni, amit nagyon köszönünk neked és a Nemzeti Táncszínháznak, hiszen egy olyan nemzetközi értéket hozunk ismét Magyarországra, ami szerintem látnia kell a hazai közönségnek, mind a budapesti közönségnek, a székesfehérvári közönségnek, és reméljük, hogy tudunk utazni vele ezzel a darabban. Jerzy Kilianról beszélünk, hát akik a táncot ismerik, nem különösképpen kell bemutatnom, de most a kedves nézőknek, hogyha zenéről beszélünk, és azt mondjuk, hogy zeneszerzők, akkor Johann Sebastian Bach, ugye? És hogyha kortárs táncszínházról beszélünk, akkor azt mondjuk Jerzy Kilian. Ennyit az ő bemutatásáról, hosszan lehetne taglalni.
Ami még nagyon fontos számunkra, és szerintem a magyar táncélet szempontjából is, nekünk ez nagy öröm és büszkeség, hogy ha valaki Jerzy Killian művet szeretne látni Magyarországon, hazai társulattól, akkor elmegy a Magyar Állami Operaházba, és a Magyar Nemzeti Balettel néz meg Killian művet, vagy eljön Székesfehérvárra, vagy a Nemzeti Táncszínházba november 30-án, most már elárultuk a dátumot, amikor a bemutatója lesz ennek a produkciónak, és akkor a mi társulatukkal néz Jerzy Killian művet. Nagyon fontos tudni, hogy ugye ezt te pontosan tudod, te is jó kapcsolatot ápolsz a mesterrel, nekem az egyik vagy legfontosabb mentorom, én sokat tanultam tőle nála kint Hollandiában, az általa vezetett Holland Táncszínháznál, vagy korábban vezetett Holland Táncszínháznál, hogy ő kizárólag olyan társulatoknak ad produkciót, akit erre érdemesnek tart szakmailag és művészileg. És minden más utána jön. Hát ezt ugye pontosan tudjuk róla. Mindenhol játsszák a világban műveit. Úgyhogy ez egyfajta fokmérője, vagy annak tekinthető az együttes színvonalának, szakmai és művészi színvonalának, ami nagy öröm számunkra. És ugye az Umballó című remek műről beszélünk, ami egy nagyon rövid balett, bár annál tömörebb, és egy csodálatos álom, egy csodálatos vízió, egy költészet, táncköltészet, és ebbe az esben még szerepel egy másik nagyon fontos produkció, Müller Péter nevét nem kell bemutatnom, nagyon sokan szeretik, jó barátom Péter, és most alkotótársam. Az ő nagyszerű könyve, ami egy színház, egy cirkuszról szól, és tánccal tanít benne a mester, az Isten bohócai, erre én készítek egy balettet, közel egy órás táncszínházi produkcióról beszélünk, cirkusz címmel, ez lesz a másik darab az esten, és hát ezzel készülünk, illetve lesz egy beszélgetés előtte, Müller Péterrel és jómagammal, 6 órakor mindenkit szeretettel várunk, akik eljönnek a Nemzeti Táncszínházba, és én javaslom, hogy jöjjenek el minél többen, nincs messze Budapest, és érdemes megnézni ezt a produkciót, aztán majd még egyszer meg lehet nézni, majd Fehérváron. Hát hiszen, ahogy Péter egyszer, mondta, mert két egyforma előadás nincs, és Müller Péterrel fogunk beszélgetni, illetve találkozhat a közönség 6 órától a Nemzeti Táncszínház aulájában, és utána gördül fel a függöny az előadásra. Miért fontos neked, nagyon egyszerű primér kérdés, miért fontos neked ezt a művet bemutatni, miért fontos neked, hogy ezt mellé álltál, és közös produkcióként mi ezt bemutatjuk? Hát alapjában véve ugye a Nemzeti Táncszínház nagyon szívesen dolgozik együtt a profi nagy együttesekkel, tehát mi egy évadban, hát attól függ, de olyan 10-15 premierben együttműködünk, tehát nem csak hál' Istennek veletek, hanem az ország számos együttesével. De tényleg ez egy különleges produkció, és tényleg talán Jerzy Killian miatt is igen, mert hogy annak idején, mikor Roboz Ágnes mesterőn keresztül én megismertem Jerzyt, és többször magyarországi látogatásakor személyesen is találkoztunk, akkor bemutattam neki a Nemzeti Táncszínház tervét, az átalakítást, az építkezést. És ő annyit mondott, és ezt nagyon szeretem, mert nagyon igaz, hiszen ő maga is fölépítette a saját táncszínházát, hogy annyit mondott nekem így, hogy Péter, de rengeteg elvárással, minden embernek más elvárása van egy épülettel szemben. A politikusnak más, a kivitelezőnek, az üzemeltető, mindenkinek más. Neked, mint a táncszínház igazgatójának két dologra kell nagyon figyelni. Hogy a színpadon a művészek jól tudjanak táncolni, és ezt a nézők a nézőtérről jól lássák és jól hallják. Minden más másodlagos. És ez annyira földre tett minket ebben az egyébként marha bonyolult helyzetben, mert tényleg így van, hogy egy építkezés az eszencia. Ez szétmegy. De hogy mi erre fókuszáljunk, és ez azóta is tartom. És ez így is sikerült egyébként. És nagyon sikerült. Igen. Sikerült. Tehát, hogy be tudtuk vonni azokat a kollégákat, táncszakembereket, de hangtechnikusokat, akusztikusokat, világítást. Tehát az, hogy a Nemzeti Táncszínház fővilágosítója Pető József a kezdetek ott volt és meghatározta, hogy milyen lámpákat akarunk, milyen pozícióba tegyük, hogy lesz, az azt mutatta, hogy minden szakági tervezésben a mi tánc szakmai szempontunk érvényesülni itt tudott. Van egy paralel dolog azzal, hogy én megalapítottam a
a Székesfehérvári Balett Színházat, illetve hát a város alapította, de szakmailag mégis ugye hozzám köthető, hogy nem üres kézzel jöttünk, és ez egy nagy for volt neked is, hiszen te egy tímmel, egy csapattal érkeztél, akik értői voltak a táncszínháznak, mert a táncszínház azért mondjuk el, hogy az amellett, hogy színházi műfaj, de lényegesen különbözik mondjuk egy prózai színháztól. Teljesen más kritériumoknak kell megfelelni, és ehhez nagyon fontos, hogy a megfelelő szakemberekkel dolgozz. Gondolok a fényesekre, a fénytechnikára, a színpadtechnikára. Vannak rokonvonások, de mégis más. És te hoztad ezeket az embereket, mint hogy én hoztam Székesfehérvárra a balettmestert, táncosokat, repertoárt, tehát nem a nulláról kezdtük. És ez nagyon felgyorsította a folyamatot, és ez jó dolog. Igen, tehát nem kellett nulláról építkezni, és tehát visszatérve a premierhez, hogy most Jirzsik Ilián művén keresztül láthatjuk majd november 30-án, hogy az épület mennyire képes kiszolgálni, és a benne dolgozó szakmai személyzet, hiszen akik akkor megtervezték, akik ezen beletették a tudást, ők azok, akik ott ülnek a fénypultnál, hangpultnál, láthatatlanul. És ez megnyugtató az együttesek számára. Hiszen a színpadon dolgozó társulatok, táncosok, ott ők vannak a színpadon, ők látszódnak, de mindazt, amit ennek a produkciónak a hátterébe oda tesz ez a szakmai grémium, az attól válik olyanná. Nyilván ennek a csúcsán Jirzsik Ilián ül, mint koreográfus, a társulat ül a társulatvezetővel, aki te vagy, de hogy önmagában ez a komplex nagy produkció bemutatkozik, és a magyar közönség ezt láthatja, ez egy közös eredmény és egy közös vívmány. Aminek nagyon örülünk, és remélem, hogy a közönség is örülni fog neki. Péter, lejárt az időnk, nagyon még hosszasan tudnánk itt beszélgetni, hiszen van miről. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok neked az elkövetkezendő 5 évhez, és remélem, hogy minél többször tudunk találkozni ott nálatok, és hát legyél majd vendégünk a székesfehérvári előadásainkon és a Vörösmarty Színházban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, tehát csak annyit a közönségünknek, a kedves televíziónézőknek, hogy mint kenyéren a méz, a tánc megszépíti az életet. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, és legyenek velünk a következő beszélgetésen is.